Az Erkel házi színpadán a nők irányítanak, de minden a férfiakról szól. És te, mint férj vagy az, aki elhozzá. Aki felsegítjük őt. Igen. Üdvözlöm a tévét. A Lammermoori Lucia ezen próbáján most csak férfiak gyakorolnak. Bár Donizetti operájának címszereplője Lucia, és tulajdonképpen az egész darab róla és szerelmi életének bonyodalmairól szól, most mégis beszéljünk arról, hogy a többi közt kik alakítják ebben az évadban az opera férfi karaktereit. Normannu szerepét fogom alakítani. Biri Gergely új beálló, karaktere negatív, ő a Ravenswoodi őrség parancsnoka, aki a saját céljaiért mindenre képes. Nincs olyan könnyű dolga, teljesen az alapoktól kellett kezdenie a felkészülést. Nem szeretném azt, hogy miattam a próba esetleg lassabban menjen, vagy nekik többször kelljen ugyanazt a részt megnézni azért, mert én még nem tudom. De nem ő, hanem inkább Palerdi András és az a bizonyos hagymás saláta zavarta meg pár percre a gyakorlás menetét. Szerencsére feje helyett a hangja szállt Szegedi Csabának a próbateremben. Az egyik szereposztásban ő alakítja Enricót, Lucia testvérét. Most már igazán éretnek érzi magát ehhez a szerephez. Egyre jobban kezdem magam megtalálni, kicsit a drámaibb szerepkörben. Ahogy a hangom is, ahogy érik, talán ez az a szerepkör, amit úgy érzem, hogy ez talán az én világom, az én jövőm lesz. A Lammermoori Lucia Belcanto opera a dallamosságot és az énekhangot helyezi előtérbe. 1835-ben mutatták be először, ekkor ennek a stílusnak nagy vonzereje volt. A Lammermoori Luciát lassan 200 éve játsszák a világ operaházai. Az opera 2016-ban újította fel Szabó Máté rendezésében. Ezt a verziót láthatják az idei évadban is. Még ez a rész? Amikor érkezik a szappanos ami most a Gergő lesz. Palerdi Andrásnak ez a legelső próbája, ő is új beálló, a papot alakítja. Még formálódik benne a karakter. Hát van, akinek nehéz, nekem most ez nem nehéz, mert jól fekszik a hangomra. Újvári Gergely Lucia vőlegényét, Arturót énekli. Nem igazán én vagyok ez a karakter. Ezért többet is kell foglalkoznia ezzel a negatív szereplővel, hogy igazán hiteles legyen a színpadon. Én mindig jó fiút játszom a darabokban. Végül is a harmadik felvonás elejére kiderül, hogy meggyilkolja Lucia, leszúrja, úgyhogy, de én általában inkább jó fiút játszom a darabokban. A próba folyamat ezen szakaszán még minden nagyon családias környezetben zajlik. A művészek és az alkotók feltérképezik a mozgásokat, mikor kihez kell fordulni, kire merről kell számítani. Alig több mint egy héttel később viszont már teljes pompájában, jelmezekkel, díszletekkel láthatja a közönség.